Köszöntöm nézőnket, András Istvánnal beszélgetünk itt az úszodában. Mögöttünk zajlanak az úszóedzések. Mennyire volt foglalt egész nyáron az úszoda? Tisztelt kedves nézők, arról tudom tájékoztatni önöket, hogy tulajdonképpen az Agászliget fürdőben egész évben az úszoda térben mennek úszásoktatások, edzések, egyéb úszás nemekben való történő sportolások. Itt a nyári időszakban elsősorban az úszásoktatások mennek, ez minden korosztály számára megy, tehát elmondhatom, hogy a babaúszásoktatástól teljesen a felnőtt korig. Itt több oktatónk van, akik külsősök, de megtartják ezeket az úszásoktatásokat, aki úszni tanul, vagy aki esetleg tovább akarja fejleszteni magát. Itt azt szeretném még elmondani, hogy az úszás oktatások a fedett térben van, az úszómedencébe és a tanúszodába. Na most vannak más vendégeink is, akik nem úszásoktatás keretén belül, hanem csak kimondottan úszásra jön ki, ezért őket mindig tájékoztatjuk arról, hogy kint a pénztárnál és főépületnél is, akkor a honlapunkon is, hogy mikor foglalt esetleg a úszómedence vagy a tanúszoda, és akkor tudják ők is úgy időzíteni a dolgokat, hogy mikor van szabad tér, és akkor ők is tudnak úszni. Gondolom ez inkább akkor a reggeli, meg a késő délutáni időszakokban, mert akkor az a gyerekeknek már nem nagyon van úszásoktatás. Így van, hát amúgy is a jegykonstrukciónkban is van olyan, hogy úszoda bérlet, ez reggel 6-tól 9-ig, illetve este 18-tól 20 óráig. Ezen időszakban is ritkán azért beszoktunk tenni olyan úszásoktatásokat, ami más időpontban pont nem fér bele, de nincsenek ütközések, tehát lehet nyugodtan használni a más vendégeinknek is. De azért programokkal augusztusban is várják majd a vendégeket? Hogyne, hát például augusztus 27-én egy délutáni órákban lesz nótaműsor, akkor a szeptemberi az, ami a záró rendezvényünk tulajdonképpen a nyári szezonnak a motoros találkozó, tehát még lesznek egyéb rendezvények is. És hát beszéljünk egy picit arról, hogy a nyár, a jó meleg, az meghozta a vendégeket? Igen, talán annyi hátránnyal indultunk most az idén, hogy egy medencénk majd felújításra kerül, annak már az előkészítő munkái, tervezései, egyeztetések, szerződéskötések most vannak folyamatban. Az, hogy kiesett, ezért körülbelül 80%-os az eddigi megszokott vendég létszámnak. Itt talán annyit tudok mondani, hogy ami viszont pozitív dolog, hogy mivel a kereskedelmi szálláshely is hozzánk tartozik, egy területen helyezkedik el, annak például nőtt a forgalma, hát a gyógyvízre azért nagy hatással van itt a vendégekre, és már lassan már nem is kell reklámozni, mert egyik vendég hozza a másikat. Akkor mi azt kívánjuk, hogy a következő tulajdonképpen két hónap, mert azt mondhatjuk, hogy szeptember végéig tart tulajdonképpen a nyári szezon, addig sok vendég érkezzen ide, és hát akkor majd jövünk ezekre az ön által említett rendezvényekre. Jó, köszönöm szépen, és várjuk a kedves vendégeinket.